Csütörtök hajnalban Vladimir Putin elrendelte a katonai offenzívát Ukrajna ellen. Nem sokkal később keletről és Belarus felől is orosz tankok lépték át a határt. A Krímfél-szigetről fegyverszállító teherautók érkeztek a térségbe, és több ukrán katonai bázist is találatért. A belügyminisztérium szerint már halálos áldozatok is vannak. Az ukrán haderő is ellentámadásba lendült. Az Egyesült Erők parancsnoksága szerint csütörtökön öt orosz repülőgépet és egy helikoptert is lelőttek a Donyec medence fölött. Volodimir Zelenszkyi államfő reggel hadi állapotot hirdetett és arra kérte a nagyhatalmakat, hogy alakítsanak egy putyin ellenes koalíciót. Telefonon beszéltem a világvezetőivel arról, hogy minden létező szankciót be kell vetni Putyin ellen, és csak akkor tudjuk visszaverni az agressziót, ha komoly hadászati segítséget kapunk. Meg kell védenünk a demokratikus világot, üzente az elnök. Az invázió hírére rohamosan gyengülni kezdett a Rubel. Ezen az sem segített, hogy a kereskedést másfél órára felfüggesztették, az orosz fizetőeszköz már több mint 30%-kal ér kevesebbet. A legtöbb kormány már hazahívta vagy kimenekítette állampolgárait Ukrajnából. Joe Biden elítélte az orosz offenzívát, és azt írta a Twitteren, Putyin elnök szándékosan háborút provokált, amely katasztrofális vesztességekhez és szenvedéshez fog vezetni. Az Európai Unió kül- biztonságpolitikai főképviselője, Joseph Borrell ennél is továbbment, és azt mondta, az orosz vezetés teljes elszigetelődésre számíthat, ha nem vonul vissza. Ursula von der Leyen bizottsági elnök már arról is beszélt, hogy ezt miként is képzelik el. Oroszország nem csak Ukrajnát támadja, hanem Európa stabilitását is, és főként a nemzetközi békét. Ezért pedig egyetlen ember tehető felelőssé Vladimir Putin. Ma be fogunk terjeszteni egy masszív és mindenre kiterjedő szankciós csomagot az uniós vezetők elé. Ezek a korlátozások az orosz gazdaság stratégiailag fontos szektorait fogják célozni. Blokkolni fogjuk a hozzáférésüket a piacainkhoz és technológiáinkhoz, már pedig ezek kulcsfontosságúak számukra. Minden eszközzel gyengíteni fogjuk az orosz gazdaságot, hogy alig maradjon tőkéjük. Emellett befagyasztjuk az orosz tisztségviselők uniós számláit, és megtiltjuk az európai bankoknak, hogy orosz befektetőket pénzeljenek, sorolta a bizottság elnöke. Az ENSZ főtitkára a biztonsági tanács rendkívüli ülésén arra kérte az orosz államfőt, hogy állítsa le az offenzívát, és adjon a békének egy esélyt. Ez a krízis olyan szenvedést fog okozni, amilyet Európa nem látott a délszláv háború óta, mondta António Guterres. A NATO főtitkár a vakmerőnek és indokolatlannak nevezte a hadműveletet. Jens Stoltenberg elmondta, a szövetség rendkívüli tanácskozást hívott össze, de egy valami biztos, ők az ukrán nép mellett állnak. Akárcsak Magyarország, erről már Szijjártó Péter beszélt a Facebook oldalán. A külügyminiszter szerint a háborúval a legrosszabb forgatókönyv érvényesült, de most az a legfontosabb, hogy a kormány garantálja a kárpátaljai magyarok biztonságát.